Üdvözlöm Önöket az Ellenállók Podcast sorozat legújabb részében. Én Kulifai Sára vagyok, és a műsorban azok történeteit tárom Önök eré, akik a megfélemlítéssel, jogi meghurcoltatással, karaktergyilkosságokkal szemben is kiállnak hitük és értékeik mellett. Szokásunk a szíven ezen a héten is idézettel indítok, ezúttal neves írónktól, Karinti Frigyestől, mely így szól. Aki az én számára keres valamit, az nem az igazságot keresi, csak a maga igazát, Mai történetünk főhőse dr. David McRat, egy 60 éves brit keresztény orvos, akit azért rúgtak ki állásából, mert egy elétárt elképzelt szituációban megtagadta, hogy egy magát nőként meghatározó biológiai férfi fáciensét nőként szólítsa meg. A szituáció így hangzott, rendelőjébe besétál egy 1,80 cm magas szakállas személy, aki magát transz nőnek tartja, hölgyemnek hívja-e vagy sem. Ezt ugye visszautasította David, és emiatt rövid úton el is veszítette az állását. Jogi útra terelte ügyét, számos bíróság elmarasztalta az ügyben, míg végül a Brit Általános Orvosi Tanács neki adott igazat. Ő azonban itt nem áll meg, viszi tovább az ügyét az Emberi Jogok Európai Bíróságára is. Az orvos már 26 éve praktizált, mikor elvesztette az állását. Egy tréningen ugyanis közölte munkaadóival, hogy biblia hívő keresztényként nem tud jó lelkiismerettel pácienseire az általuk választott genderidentitásnak megfelelően utalni a biológiai nemük helyett. A munkaadó erre kijelentette, hogy a páciensek preferált névmásainak elutasítása a brit törvények alapján zaklatásnak minősül, ennél fogva Davidet elbocsátják pozíciójából. Az orvos ezután a Christian Legal Center keresztény jogvédő szervezet segítségével panasztett, amiért keresztény és filozófiai nézetei miatt diszkriminálták. A munkaügyi bíróságon nem állt meg az ügy, és bár az ítéletet részben megváltoztatta a munkaügyi fellebviteli bíróság, továbbra is igazoltnak látták az elbocsátás mögötti okokat. Ezt később a fellebviteli bíróság is megerősítette. Az angol jogtörténelemben először ítélt úgy bíró, hogy szabad állampolgárai beszédbeli kötelezettségeknek veti alá. David ezek után úgy érezte, nincs más választása, mint önként jelentkezni a brit általános orvosi tanácsnál, hogy ők határozzák meg, alkalmas-e a praktizálásra, vagy keresztény, genderkritikus hitelvei miatt nem. A neki címzett válasz levélben a testület hivatalosan is homlok egyenest ellenkező értékelést fogalmazott meg, mint volt munkaadója és a bíróságok. Kijelentették ugyanis. Gondosan kiértékeltük az ön által megadott információkat, beleértve a munkaügyi bíróság, a Munkaügyi felebiteli Bíróság és a felebiteli Bíróság határozatait is. Bár nézetei vitatottnak tekinthetők, nem láttunk olyan bizonyítékot, mely arra utalna, hogy a közölt információk veszélyeztetnék a betegek biztonságát, sem pedig azt, hogy az ön alkalmasságát befolyásolnák. Nyilvánvaló, hogy határozott véleménye van a témáról, és tudomásunk van arról, hogy ez mélyen gyökerezik az ön vallásában. Az orvosoknak természetesen joguk van véleményükhöz, és ez önmagában nem jelent problémát. Csak akkor válna problémássá számunkra, ha lenne arra utaló jel, hogy ezek a nézetek hatással vannak a betegek biztonságára és vagy ellátására. Figyelembe vettük kijelentését, miszerint ön nem támogatja a transzneműség alapelveit. Jelenleg nincs olyan információ, amely arra utalna, hogy bármely páciens megkereste volna önt, hogy tanácsot kérjen ebben a témában. Ön is az azt állítja, hogy soha nem találkozott transznemű pácienssel a sürgőségi szerepkörében, vagy ha egy beteg az lenne, nem megfelelő kezelést vagy tanácsot kapna. Ez az első alkalom, hogy egy szakmai szabályozó szerv megvizsgálja a helytelen gender alapú megszólítás kérdését, és egyik tagjának javára dönt. A testület értékelése egybeesett azzal, hogy dr. McGrath keresetet nyújtott be az Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy döntsenek ügyében, mivel már a minden hazai jogorvoslati lehetősége kimerült. Ügyvédei azzal érvelnek, hogy a munkáltató megsértette az orvos gondolat és meggyőződés, illetve vallásszabadsághoz fűződő jogát. Kimondták, hogy a transzneműséggel szembeni lelkiismereti tiltakozását az emberi jogok európai egyezménye védi, ezért munkaviszonyból való elbocsátása olyan aránytalan intézkedés volt, amely egy demokratikus társadalomban nem tekinthető szükségesnek vagy elfogadhatónak. A hazai bíróságok nem tudtak pártatonok maradni, és megfelelően egyensúlyozni az egymással versengő érdekek között, különös tekintettel a vallási megnyilvánulások és a lelkiismereti okokból való nem cselekvés fontosságára. A szolgáltatást igénybe vevő által kívánt nemi népmások kötelező használatát a további foglalkoztatás feltételeként megszabni, épp úgy a szólásszabadság megsértését jelenti, mintha valakit a beszédében foglaltak miatt büntetnek. A kérelemre az eljebb válasza a következő hat hónapon belül várható. David az általános orvosi tanács értékelésével és az Emberi Jogok Európai Bíróságánál tett fellebbezésével kapcsolatban a következőképpen nyilatkozott. Hálás vagyok és bátorít a tanács válasza. Remélem, hogy ez arra ösztönzi majd az orvosokat, hogy többet beszéljenek ezekről a kérdésekről, különösen azokat, akik rettegnek a visszacsapásoktól. Azt is remélem, hogy ez ösztönözni fogja más ágazatokban dolgozó szakembereket is, például a tanárokat, akikre jelenleg óriási nyomás nehezedik, hogy szembe menjenek lelki ismeretükkel és alkalmazkodjanak a transznemű ideológiához. Azok, akik ezt megtagadják, mint én, súlyos következményekkel néznek szembe, és ennek sürgősen véget kell vetni. Nagyon csalódott voltam amiatt, hogy az Egyesült Királyság bíróságai nem ismerték fel, hogy ami velem történt, az törvénytelen volt eltökéltebb vagyok, mint valaha, hogy továbbra is harcoljak az igazságért. Remélem és imádkozok azért, hogy az eljebb komolyan foglalkozzon az ügyemmel. Ez lenne ugyanis az első alkalom, hogy az eljebb ilyen jellegű ügyet vizsgálna és döntene benne. Sok forog kockán. Az ügyem nem csak engem és a Biblia hívő keresztényeket érint, hanem mindenkit, akit aggaszt az egészségügyi szolgálatok és más közszolgálatok által kényszerített beszéd és a transznemű ideológia. Egyetlen orvos, kutató vagy filozófus sem tudja bizonyítani vagy ö, bebizonyítani, hogy egy személy képes nemet váltani. Intellektuális és erkölcsi integritás nélkül az orvos tudomány nem működhet. Keresztényként semmilyen módon nem lehetünk rossz az emberekkel szemben. Arra vagyunk hivatva, hogy minden embert szeressünk, de nem szerethetjük igazán az embereket, hogyha hazugságot élünk meg és terjesztünk. Andrew Williams, a Davidet képviselő jogi központ vezetője kijelentette, David McCarrath esete megmérte társadalmunk józanságát, és az könnyűnek találtatott. Az a szabadság, hogy lehet meggyőződésünk, de ne fejezzük ki azt, egyáltalán nem szabadság. Többet kell tenni annak érdekében, hogy elismerjék és megvédjék a keresztény és genderkritikus meggyőződésű szakemberek szabadságát ezekben a kérdésekben, hogy súlyos és igazságtalan következményektől való félelem nélkül alkalmazzák szakértelmüket. Dr. McRat úgy döntött, hogy feláldozza a kiváló szakmai karrierjét a hogy a Bibliával és a lelkiismeretével kapcsolatban kompromisszumot kötne. A transznemű névmások használatának követelménye ellentmond a józanésznek és a keresztény hitnek is. Ha ezt a társadalomként toleráljuk, ha engedjük a gondolat, és vallásszabadság csorbítását, akkor más szabadságjogok sincsenek biztonságban. Eltökélt szándékunk, hogy a végsőkig harcoljunk az igazságszolgáltatás érdekében ebben az ügyben.